Sziasztok! A Miből élnek a magyarok Svájcban sorozat mai vendége Anna, aki BARS facilitátorként dolgozik. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívást, Anna. Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, köszönöm, hogy itt lehetek. Az első kérdés, amit mindig meg szoktam kérdezni, hogy kerültél ki Svájcba? 11 évvel ezelőtt összeomlott az életem Magyarországon. A magánéletben is, illetve a munkahelyem is megszűnt. Anyagilag is teljesen így a padlóra kerültem, és mivel ez már sokáig újrakezdésem volt Magyarországon, úgy döntöttem, hogy na most itt valami nagy változás kell nekem, és így választottam Svájcot, ami végül is egy véletlen volt, de hát ugye tudjuk, véletlenek nincsenek. Óperként kerültem ide ki, egy 3 gyerekes anyukámhoz, nyelvtudás nélkül, és itt kezdtem el megtanulni a németet, megismerkedni Svájccal, és megszerettem, és azóta itt vagyok, és nyilván azóta rengeteget fejlődtem, sok mindenkivel megismerkedtem, sok helyen kipróbáltam magam, és hát igen, most ott vagyok, ahol mindig is szerettem volna lenni. Hogy lesz valakiből BARS facilitátor? Mit akar ez pontosan? Először BARS kezelőként fogsz praktizálni, elvégzel egy egynapos tanfolyamot, ahol ilyen nagyon szép kis munkafüzetet kapsz. Ez egy ilyen 60 oldalas tematika, amiben magáról az Access Consciousnessről van leírás, hogy hogy jött létre, illetve mik az alap pillérei. És a tanfolyamon kapsz egy ilyen kis fejábrát, amin ugye magát a BARS pontokat tudod megtanulni, hogy hol helyezkednek el. Az Access BARS gyakorlatilag egy energetikai kezelés. Sokféleképpen el lehet magyarázni, én azt szeretem inkább a legjobban, hogy egy energetikai stresszoldás. 32 BARS pont van a fejen, ezek ilyen kis energiasávok, energiapontok, ahol gyakorlatilag minden életkérdés, élettéma elraktározódik a kis fejünkben. És nagyon sok olyan dolog is ugye van az életünkben, amiket lemásolunk másoktól, blokkokat okoznak, és ezeket a blokkokat, illetve elakadásokat, fájdalmakat, sérelmeket tisztítja ki a tudat alattiból ez a kezelés. Ez egy nagyon finom érintés a fejen. Minden pontnak ugye megvan a maga helye a kis fejeden, ugye 32 élettémára van ez osztva, és akkor ezeket a kezelés alatt finoman érintjük, ahol energetizálva vannak, kitisztulnak ezek a blokkok, illetve megnyílik a tér nagyobb befogadásra, és hogy új dolgok bejöjjenek ebbe a témába az életedbe. Ez egy egyórás kezelés körülbelül, fekszik a paciens az ágyon, a hátán, én pedig nagyon finoman érintem ezeket a pontokat, ez egy nagyon mély relaxációt okoz, a legtöbben el is alszanak. Közben ugye felszabadul egy csomó minden a tudatalattidból, ami nem a tiéd, kitisztul. De ami a legjobb igazából, ami nekem így nagyon tetszik, hogy ugye a mai világban mindenki pörög, jön, megy, egyfolytában agya azt, mit kell venni, hogy csináld a dolgaidat, tehát egyfolytában ez az agyalás van benned, és a kezelés alatt ez úgy szépen, hogy lecsendesednek a gondolatok. És amikor ugye megpihen az elméd, abból az állapotból egy teljesen más térből tudsz utána létezni, teremteni, élni a mindennapjaidat. Tehát az Accessnek ugye egyébként is az a mantrája, hogy az életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva árad feléd. És ez tényleg így van, hogy amikor egy kicsit így meg tudod állítani ezt a gondolatkarusztelt, akkor utána egy frissebb, egy felszabadultabb, egy kipihentebb térből tudsz működni a mindennapokban. Ez a 32 téma, ez mit akar pontosan? Tehát minden fő témához nyilván rengeteg altéma van, most hogy egy párat kiemeljek, mondjuk pénz, kontroll, kreativitás, szexualitás, kapcsolatok teremtése, gyógyítás, életformák teremtése, és ugye minden pontnak megvan a kis maga helye a fejen, ami szintén, ahogy mondtam, összekapcsolódik sok más alponttal, és ugye ezeket így szépen energetizáljuk a kezelés alatt, és minden olyan információ, ami nem a tiéd, azokat kitisztítja ez a kezelés, illetve nagyon sok olyan dolog, ami ilyen autópilóta üzemmódba csinálod a dolgokat, mondjuk amit tanultál anyukától, az iskolába, amit hallasz a tévébe, ugye egy adott témába azt így elraktározod, arról neked van egy véleményed, egy tudásod,
és akkor kész, te úgy éled tovább az életedet, és be is zárod azt a kis fiókot, hogy oda ne jöjjön be semmi más, mert neked ez a véleményed kész. Ez a kezelés, ez nagyon sokat segít abban, hogy ezeket a kis fiókokat így kinyitogatja, és így szépen így kidobáljuk azt a szemetet, ami igazából nem a tiéd, és megtaláld azt, hogy mi az, ami ebbe a témában valóban működik neked, amiben ki tudsz teljesedni, ami tényleg a tiéd, amihez tudsz kapcsolódni, illetve kinyitja az ajtót, hogy sokkal több mindent be tudj fogadni erről a témáról, ne egyből azt mondd, hogy ó, nem, én ezt nem ismerem, ez nem az enyém, hanem oké, jó, hát akkor meghallgatlak, mi ez, mit tudok ebből kivenni, ami nekem így jó. Tehát körülbelül így kell elképzelni. A számítógéphez szokták hasonlítani általában így a bárszkezelést, hogy ez olyan, mint egy frissítés, hogy ugye kitöröli azt a rengeteg fölösleges szemetet, amire nincsen szükséged, majd újraindítás, és akkor ugye egy csomó tér szabadul fel, hogy jöhessenek be az új dolgok. Milyen végzettség kell ahhoz, hogy valaki BARS facilitátor legyen? Először is ugye BARS kezelővé válsz, és 3 különböző facilitátornál kell megcsinálnod a BARS kezelést. Szóval az első Access BARS kurzus az ugye 410 frankba kerül, és amikor elvégzed ezt a kurzust, neked egyetlen egyszer kell csak teljes árat fizetned. Amikor már másodszorra, harmadszorra vagy sokadszorra végzed el, akkor ez mindig már fél áron lesz. Tehát mindegy, hogy te most 5 év múlva döntesz úgy, hogy te az Access BARS-szal szeretnél foglalkozni, illetve ismételni szeretnél, akkor is fél áron van neked a kezelés. Tehát az most ugye 205 frank annak, aki ismétel. Amikor ugye megvan a 3 Access BARS tanfolyamod, akkor ahhoz, hogy Access BARS facilitátor legyél, ugye le kell adnod az igényedet a központba. Ez egy egyszeri regisztrációs díj, ami $350 most, és utána van lehetőséged, hogy az Access Consciousness-nek a honlapján feltősd a profilodat, hogy te Access BARS kezelő vagy, illetve facilitátor vagy, ez ingyenes. Illetve, hogyha a saját programjaidat szeretnéd megjelentetni, és egy nyilvános profilt szeretnél, ahol látják, hogy mivel foglalkozok, ki vagy te, fotót rakni, egy pár mondatot magadról, ennek van egy havi díja, az körülbelül azt hiszem ilyen $20 körül van, és a tanfolyamokat is, illetve a csereberéket is, és minden ilyen hasonló programot, amit csinálsz, azt nyilvánosan rá tudnak keresni, adott esetben, hogy milyen kantonba élsz, és akkor ki tudnak ott választani téged, tehát ez is egy nagyon hasznos dolog. Utána tudod beadni az igényedet arra, hogy BARS facilitátor legyél. Na most ez így elég rövidnek tűnik, ugye, hogy három tanfolyamra elmész, tehát ez mellett rengeteg kezelés és tapasztalat, cserekezelések, tehát minél többet kezelsz, annál jobban tudsz az embereknek ebből átadni. Minél több emberrel beszélsz, minél több tapasztalatot gyűjtesz másoktól, visszajelzéseket. Tehát rengeteget olvasok, én is podcasteket hallgatok, nagyon sok programban benn vagyok az Access alapítóinál, nagyon sok facilitátornál, akik a tapasztalataikról beszélnek, és mindig ezt mélyebben és mélyebben tudjuk tanulni. De gyakorlatilag igen, 3 darab BARS kurzus elvégzése kell ahhoz, hogy facilitátor legyél, és akkor tudod kiváltani az engedélyedet. Mennyi időt vesz igénybe ez a képzés? Maga a BARS tanfolyam az egy teljes napos képzés, itt van ugye a tematika, meg van a gyakorlat. Itt a kurzusnak az első felében ugye magát az Access Consciousness-ről beszélünk, hogy jött létre, mi is ez pontosan, milyen eszközök vannak, amivel könnyedebben tudod élni a mindennapjaidat, és a másik felében meg kezeléscserék vannak, tehát egy kezelést te adsz, egyet te kapsz, majd utána van egy kis szünet, és utána megint egy kezelést te adsz, és te kapsz. Tehát 2 kezeléscsere van, hogy ugye a gyakorlatban is rögzüljenek ezek a pontok. És ugye ebben nincsen vége, mert azért van a szuper kis munkafüzet, hogy ezt bármikor visszaolvashatod, mindig talál az ember benne valamit, amit ki tud venni, ami éppen az aktuális életszituációjára érvényes. És hát ugye ezek a csere programok nagyon jók, amikor így a kezelők összegyűlnek alkalmanként, gyakorolnak, mert ugye nem mindenki csinálja üzletszerűen, vagy nincs mindenkinek még akkora vendégköre, viszont szeretik csinálni, és akkor ilyenkor én is kapok kezelést, meg én is adok kezelést, plusz azok, akik még nem annyira tapasztaltak, azoknak tudok segíteni, hogy figyelj, ne így fogd, úgy fogd a pontot, lazán csináld, tehát hogy itt nagyon-nagyon jó alkalmak ezek a tanulásra. Milyen anyagi befektetéssel jár egy ilyen képzés?
Maga a képzés az ugye minden országban központilag van meghatározva, tehát Svájc az 100%-os, Svájcban ez 410 frankba kerül egy BARS tanfolyam, Magyarországon, ha jól tudom, 108 ezer forint, de itt mindig azt nézik, ugye, mivel központilag le vagy regisztrálva, hogy hol dolgozol, tehát hol keresed a pénzt, hol élsz, és akkor ennek megfelelően van ugye ez a központi árazás, hogy országonként ugye milyen az ország gazdasága, és akkor ez alapján van meghatározva. De Svájcban ez 410 frankba kerül. Mi vonzott téged a BARS-hoz? Hogy találtad meg? Engem talált meg a BARS, tehát én már nagyon régóta kerestem így az utamat, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és van egy kedves barátnőm, aki másfél éve megálmodta a svájci magyar spirituális és jóga találkozókat. Ő is már volt egyszer itt nálad az interjún, az Emma, igen. Kicsi a világ. És neki segítettem be az elején így a szervezésbe, támogattam, amiben tudtam, és hát nyilván rengeteg embert megismertem. Ott nagyon sok kezelő, nagyon sok terapeuta dolgozott, mindig mások jöttek, a kineziológus, a reiki, a számmisztika, tehát mindig mások jöttek, és nyilván a vendégek is mindig váltakoztak, de volt egy maga, aki ugyanaz volt, és egyszer jelentkezett egy BARS kezelő, hogy ő szeretne jönni megmutatni, hogy mi ez a BARS, és hát én voltam a szerencsés, aki kipróbálhatta, hogy mi ez a BARS, és hát fantasztikusan éreztem magam a kezelés közben is, utána is, és valahogy utána így elindult az életemben, hogy mindenhonnan nekem jött, hogy Access BARS, fölbukkant a Facebookon, jöttek emberek, jöttek olyan podcastek, és egyre kíváncsibb lettem, és egyre többet olvastam róla, egyre többet hallgattam, aztán én is egyre több kezelésre mentem el, és éreztem, hogy az életem, tehát amúgy is mindig egy ilyen pörgős energiabomba voltam, és mindig életvidám, de hogy ez tényleg, amióta kaptam a BARS kezeléseket, úgy kikönnyült, ugye úgy mondják az accessesek, ez egy furcsa fordítás, hogy kikönnyül az életet, tehát mindegy, hogy milyen akadály vagy probléma jön, persze ott van a probléma, tehát hogy az nem fog eltűnni egy varázsütéssel, csak az nem mindegy, hogy hogy reagálod le, és tényleg ez a könnyedség jelent meg az életemben, hogy wow, ez az életszeretet, és még jobban, és ez mindig fokozódik, és egyre mélyebbre megy. És akkor azt mondtam, hogy ó, igen, ez jó cucc, ez, hogyha ez tényleg nálam működik, akkor én ezt szeretném megmutatni más embereknek is, hogy nekik is boldogabb és örömtelibb életük legyen, és hogy nem kell hozzá nagy dolog. Miket teremtett a BARS eddig az életedben? Hát egy nagyon nagy változás volt a BARS mindenképpen, tehát eleve, mikor beleálltam így az utamba, hogy jó, akkor BARS kezelő leszek, akkor én fölmondtam mindenhol, a hétköznapi valóság munkáival, és azt mondtam, hogy oké, jó, akkor univerzum, akkor mutasd meg, hogy ha ez az utam, akkor támogass meg. És hát ilyen tényleg ilyen varázsütésre szinte így összejött minden, elköltöztem egy nagyobb lakásba, ott kialakítottam a kis stúdiómat, és csak jöttek az emberek, akik támogatták az utamat, akik mondjuk segítettek a weboldalt megcsinálni, a fotókat, a szövegeket összeállítani, a tervezésekben is, illetve hát nagyon nagy, nagyon hálás vagyok a mentoromnak, Szabó H. Andinak, aki ő Pécsen egy nagyon-nagyon tapasztalt, nagyon régóta praktizáló facilitátor, illetve most már CF. Ő az én mentorom, őtőle kaptam a legelső BARS tanfolyamomat, és azóta is rendszeresen támogatja az utamat, illetve most már közösen szervezünk egy ideje ide Svájcba neki tanfolyamokat, hogy itt minél többen meg tudják ismerni, hogy mi is az Access Consciousness és az Access BARS. Mennyire van igény rá itt? Én úgy veszem észre, hogy az emberek mindig keresésben vannak. Tehát, hogy mindenkit érnek ugye traumák, problémák, konfliktusok az életükbe, és vannak sokan, akik elnyomják egy ideig magukba, aztán elkezdenek keresni, hogy valaminek itt még lennie kell, tehát hogy nem lehet csak ennyi az élet, hogy elmegyek, dolgozok, eszek, megnézek egy filmet, lefülök és alszok, és kész, ennyi. És egyre jobban érzem én is, meglátom az embereken, hogy kezdenek úgymond így fölébredni, tehát hogy szeretnének még több mindent kihozni az életükből. És ugye nyilván ezek így szájról szájra mennek, és hát én vagyok a legjobb példa így a vendégeim visszajelzése alapján is, hogy látják, hogy abból a térből, abból az energiából, amiből én élek is létezek, ez motiválja a többi embert is, hogy igen, ezt én is szeretnék így élni. Mi a különbség egy BARS facilitátor és egy minősített facilitátor között? Erre nem tudok választ adni, mert nem vagyok minősített facilitátor. Oké. Mennyibe kerül egy BARS kezelés?
A BARS kezelés az igazából nincsen központilag meghatározva, tehát ezt szabadon választod. Itt mindig azt szokták mondani, ami neked könnyű, ami pénzt be tudsz érte fogadni. Én megnéztem annak idején, mikor az árazásomat csináltam, hogy itt Svájcban körülbelül milyen árban vannak a BARS kezelések. Hát hagyd ne mondjam, hogy ilyen 60 és 160 frank között vannak a BARS kezelések, és én nekem valahogy a 90 frank volt az, ami úgy gondoltam, hogy az úgy könnyű. Tehát ezt be tudom fogadni az emberektől, az könnyen ki is fizetik az emberek, most ahhoz hasonlítottam például, hogy akármilyen kezelés, egy masszázs vagy bármi hasonló, az ilyen 100 frank körül mozognak, és egy órát vesz igénybe, és nekem ez volt könnyű, ez a 90 frank, tehát én jelenleg ebben az árral dolgozok, de nálam is vannak természetesen bérletek, 2-es, 3-as, illetve 5-ös bérletek, amiknél nyilván ugye sokkal kedvezményesebben jön ki egy kezelésnek az ára. Hány órát dolgozol egy héten? Ez nagyon változó, mert van, hogy egyszer-kétszer kezelek csak egy héten, van, hogy egy nap 3 kezelésem van. Tehát én nekem van egy főállásom, egy hétköznapi munkám, ami egyelőre a nagyobb részét teszi ki az életemnek, és akkor az mellette csinálom a kezeléseket, a tanfolyamokat, a csereprogramokat, szervezek egyéb programokat, úgyhogy ezt nem tudom ezt itt pontosan meghatározni. Tehát nyitva az ajtóm, amikor jönnek a vendégek, akkor mindig igyekszek nekik terményt adni. Hogy készülsz elő egy ilyen kezelésre? Kezelésre készültem, akkor nagyon izgultam, és ugye még egyszer végigolvastam az egész munkafüzetet, amiben ugye azt mondja Gary Douglas és Dane Hill, hogy higgy magadban, tehát tudod, amit tudsz. És akkor én is becsuktam a füzetet, hogy jó, akkor csak megyek az energiával. De egyébként igen, ilyenkor nyilván mindig egy kicsit megszeretgetem a kis stúdiómat, szépen elrendezem a kis párnákat, takarókat, rákcsával készülök üdítővel, mivel ez egy energetikai kezelés, nagyon fontos, hogyha az emberek utána megfelelő folyadék mennyiséget igyanak, illetve cukrosat, édeset, hogy visszálljon az energiaszintjük. Gyertyákat gyújtok, és hát ilyen kis otthonos, kis kellemes hangulatot varázsolok, hogy könnyen el tudják engedni magukat az emberek. Hol találnak meg az ügyfelek téged? Van egy Facebook oldalam, a Studio Menta, ott lehet megtalálni, illetve van egy weboldalam, a www.swissbars-anna.ch, illetve hát a saját oldalamon, a Bozó Anna oldalon is szoktam hirdetni a programokat, illetve a cserekezeléseket. Jelenleg ennyi. Mennyi időt vett igénybe, míg kiépült az ügyfélköröd? Ez még most is épül. Körülbelül egy év az ugye, és ugye rengeteg rendezvényen igyekszek részt venni. A Magyarok Svájci Egyesületének is tagja vagyok, ahol rendszeresen segítek a szervezésben, illetve a Studio Menta sátorral is már találkozhattatok, és fogtok is még, ahol így próbakezelésekre be lehet hozzám jönni, információkat gyűjteni, beszélgetni erről, hogy mi is ez az Access Bars, és hát így minél több helyen igyekszem ott lenni, ahol magyarokkal tudok kapcsolódni, és át tudom nekik adni, hogy mi is az, amivel foglalkozom. Milyen előrelépési lehetőségek vannak a BARS-nál? Milyen szintek? A BARS ugye ez az alap, tehát ez a belépés az Access Consciousness-hez és minden más tanfolyamhoz. Vannak ilyen workshopok, pár órás workshopok, illetve tanfolyamok, amiknél nem előfeltétel a BARS, de ami már nagyobb tanfolyam, ott már mindenhez ugye az Access BARS az alapfeltétel. Tehát én mondjuk mindjárt egy 4 napos alapozóval kezdtem, ami utána, hát most már 3,5 napra leszűkítették. Én elvégeztem ezt az alapozót, most nekem a következő lépés az a 3 napos testtanfolyam lesz, testkezelő tanfolyam, illetve én közben több kisebb testkezelő tanfolyamot is elvégeztem. Van egy olyan minősítésem, hogy korlátlan energia, korlátlan vagyon, illetve korlátlan lehetőségek beindítása, aktiválása és felfokozása energetikai kezelés, illetve van egy nagyon szuper, ami az elengedés testkezelés. Ezek ilyen fél órás, 40 perces testkezelések, ezek nyilván olcsóbb árkategóriában vannak jelen nálam. Illetve van több olyan kezelés is, amit csak azoknak adhatok, mondjuk akik Access alapozót elvégeztek, tehát aki nem végzett Access alapozót, annak még nem lehet adni, és akkor így lehet tovább fejlődni mindig nagyobb és nagyobb tanfolyamokra. Tehát kb. 60 vagy 70 féle tanfolyam van, és testkezelés rengeteg van az Access Consciousness-nél. Mindig amelyik hív, ugye, arra megy az ember. Mi az oka annak, hogy nem lehet bizonyos kezeléseket olyanoknak adni, akik még nem végeztek alapozót?
energia szinten mindig mélyebbre és mélyebbre megyünk, és nem tudnád befogadni. Tehát, hogy ugye a bársz is azért a belépője, mert ott olyan tisztítások vannak, olyan megélések vannak energetikailag, tehát a testednek, a lényednek föl kell erre készülnie, hogy be tudja fogadni a következő lépést. Tehát elmehetsz te, nem, tehát teoretikusan nem, de mondjuk ha elmennél te így, anélkül, hogy Access Bars kezelésen részt vettél volna, elmész egy 4 napos alapozóra, az egyszerűen úgy szétrobbantja a valóságodat, a világodat, hogy csak ott ülsz ott, és ez a mi van? Wow! És illetve energetikailag is annyira egy intenzív élmény, hogy kell hozzá az Access Bars, tehát kellenek az alapok, hogy be tud fogadni. Tehát ugye kell tudnod olvasni, hogy utána egy könyvet ki tudjál nyitni. Mit szeretsz a legjobban a bársz kezelésben? Amikor így az emberek ellazulnak, és így érzem, ahogy az energia így áramlik így az ujjaimnál. Na most ennek, aki még sose volt bársz kezelésen, ez biztos furán hangzik. Nekem is valaki mondjuk 2 évvel ezelőtt azt mondja, hogy Anna, te érezni fogod az energiát az ujjaidba, kiröhögöm, hogy ez valami hülye vagy boszorkány, vagy nem tudom. De hogy ez egy fantasztikus érzés, hogy energetikailag kapcsolódok az emberekhez, és érzem, ahogy így pulzál az energia így az ujjaimba, hogy így fogom ezeket a kis pontokat a fejükön. Illetve amit a legjobban még szeretek, amikor így fölébrednek, vagy fölkelnek a kezelés után, és látom ez a teljesen más energiatérűrből vannak, ez a hol vagyok, úristen, de jó volt. Tehát amikor látom, hogy sikerül őket kizökkenteni a mindennapi mókuskerékből, agyalásból, és egy ilyen felfrissült, egy ilyen totál relaxált állapotba kelnek föl. Aki most szeretne bársfacilitátor lenni, most kezdi, annak mit tudnál javasolni? Gyakoroljon, kezeljen nagyon sok bársz kezelést csináljon, illetve minél több tapasztalatot gyűjtsön be, minél több embert kezeljen, tehát úgy értve, hogy gyereket, fiatalt, időset, hogy minél több tapasztalata legyen, mert minden ember másképp reagál az Access Bars kezelésekre, és ahhoz, hogy Access Bars facilitátorként te ott tudjál a kérdésekre válaszolni, illetve tudjál egy adott szituációra reagálni, ahhoz kell tapasztalat. Illetve nagyon szépen összeszedték nekünk, van egy ilyen üzleti oldal, a kis füzet, aki Access Bars facilitátorra válik, abban van egy nagyon jó kis leírás, hogy mit szabad, mit tehetsz és mit nem tehetsz Access Bars facilitátorként. Úgyhogy ez nagyon hasznos. Mi az, amit nem lehet? Mivel nagyon sok kurzusa van az Access-nek, ezért vannak olyan tanfolyamok, amiket csak ilyen érintőlegesen, ilyen ajánlásképpen lehet csak említeni egy Access Bars tanfolyamon. Tehát nem szabad annyira belemenni, tehát ízelítőt szabad adni, viszont olyan tisztításokat, olyan tehát eszközöknek mondjuk végül is minden ilyen segédanyagot, kérdéseket, mantrát, mindent. Tehát mi összefoglaló neven ugye eszközöknek mondjuk ezt. Tehát, hogy nem adhatunk akkora csomagot az embereknek egy másik kurzusról, ami nem kapcsolódik a bárszhoz. Illetve, ami nagyon fontos, hogy nem szabad megmondani az embereknek, hogy mit csináljanak. Tehát kérdésben kell lenni, és mindig kérdezni, és nem szabad senkire rányomni, hogy figyó, ez tök jó, és gyere, és csináld. Nem. Ezt mindenki saját maga tapasztalja meg. Gyere, én itt vagyok, nagyon szívesen próbáld ki, lehet, hogy jót fog tenni neked, lehet, hogy más fogsz választani, úgyhogy nem szabad senkire így ráerőszakolni. Uh-huh. Te már több mint 10 éve itt élsz Svájcban, mennyire sikerült beilleszkedni? Én úgy gondolom, nagyon jól, igen. Tehát így a vendéglátós véremből kifolyólag én nagyon szeretek így emberekkel kapcsolódni. Több rendezvényen is részt vettem már így az elmúlt évek alatt, úgyhogy mindig így épül ki és bővül így a kapcsolatrendszerem, és folyamatosan ugye növekszik, úgyhogy igen. Főleg magyarok, svájciakkal is vannak nagyon jó kapcsolataim, de túlnyomó részt inkább magyarokkal vagyok kapcsolatban. Emlékszem még, hogy mennyi időt vett igényben, míg megbarátkoztál a svájci német dialektussal? Mai napig nem barátkoztam meg vele, elfogadom, hogy van. Tehát értem a svájci németet, beszélni nem beszélem, de hogyha módon van rá, akkor azt kérem, hogy hoktásba beszéljenek velem. Ezt tanultam annak idején a nyelviskolába is, hogy úgy merjek elkezdeni beszélni, hogy
hogy ne legyen bennem azt, hogy úristen, most akkor én nem beszélem a svájci németet. Nyugodtan mondjam meg, a svájciak nagyon előzékenyek és nagyon kedvesek, úgyhogy mindenkinek el szoktam mondani, ha megyek bankba vagy ügyet intézni, hogy tudna velem kérem németül beszélni, mert hogy én a svájci németet nem értem annyira. Hogy szoktak erre reagálni? Nagyon kedvesen. Ó, elnézést, persze, hogyne. Úgyhogy szerintem itt a svájciak ehhez abszolút hozzá vannak szokva, hogy ennyiféle nemzet él itt, és hogy a hochdeutsch sokkal jobban megy az embereknek, mint a schweizerdeutsch. Uh-huh. Érte negatív diszkrimináció, mióta itt élsz? Azért, hogy külföldi vagy. Nem emlékszem rá. Szerintem nem. Nem. Inkább így magammal szemben, hogy én, ahogy kezeltem saját magamat, az volt. De ugye az én dolgom volt, ugye, hogy így amíg így föloldódik az ember, meg leveszi, lemossa magáról ezt az Ausländer pecsétet a fejéről. Uh-huh. Hosszú távra tervezel Svájcban, vagy később visszaköltözni Magyarországra? Most a mai napon úgy gondolom, hogy hosszú távra tervezem, aztán meglátjuk. Magyarországra mostani állás szerint nem tervezek visszamenni. Nagyon szeretem Magyarországot, de úgy érzem, hogy a lehetőségek nekem itt vannak. Tehát itt találtam meg az életemet, azt, aki vagyok. Itt tudok jövőt tervezni. Úgyhogy én valamilyen kis görög tengerparton tudom elképzelni inkább a következő lépést. Uh-huh. Mi hiányzik Magyarországról? A családom, a barátok, a magyar ízek, a Duna. Igen, hát most így ezek így nagy vonalakban, sok apróságot még így felsorolhatnék, de ez az, ami így hiányzik, igen. Svájcból mi hiányozna, ha most elköltöznél? A tisztaság, a rendezettség, a biztonság, illetve az, ahogy az emberek ennyire is szimbiózisban élnek a természettel, a környezetükkel. Ez fantasztikus itt, úgyhogy ez, igen. Hogy élted meg lelkileg a kiköltözést? Hát én Magyarországon is egyébként 5-szer vagy 6-szor költöztem, tehát én nagyon sokszor újrakezdtem az életemet. Nekem mindig ez egy kaland volt, ez egy kihívás, és érdekes, amit kérdezel, mert amikor Svájcba jöttem ki, akkor nem voltak ilyen terveim, hogy hosszú távon maradok, vagy rövid távon lesz, hanem kijöttem, és akkor majd meglátjuk. Úgyhogy nem volt ebben így semmi gond, hál' Istennek. Mivel foglalkozol szabadidődben? A podcasteket hallgatok, olvasok. Rengeteget utazok, tehát én nagyon szeretek a tengernél lenni, én ott tudok igazán kikapcsolódni, ott van terem arra, hogy tényleg egy kicsit töltődjek, illetve amikor tudok, akkor a barátaimmal kapcsolódok. Itt vagy boldogabb, vagy Magyarországon voltál boldogabb? Hát most a múltat a jelennel összehasonlítani, ez így nagyon lehet. Nagyon nehéz. Magyarországon boldog voltam, de itt is nagyon boldog vagyok. Úgyhogy ezt így nem raknám így egy mérlegre. Uh-huh. Ez volt az utolsó kérdés annak. Köszönöm szépen, hogy részt vettél ebben a beszélgetésben, és további minden jót kívánok neked. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon köszönöm. Eddig tartott ez a mai videó, remélem, hogy érdekesnek találtátok, hogyha lenne az Andához kérdésetek, akkor a videó alatt kommentben tudtok kérdezni, és hogyha lesz rá ideje, akkor válaszol. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!